Sziasztok, ismét kint az erdőben, bájig az kicsit fúj a szél, bocsik a szar hangért. Megesett a szemem egy érdekes termékem. Hát beírtam egyszerűen Google-be, nincs szekések. Kirobta nekem ezt. Igen, csodák csodájára, ezen is meglepődtem, Münchester is elkezdett késeket gyártani. Egy igényesnek mondható parakortokkal szállítja a cég, műanyag betétezéssel. Itt lehet látni benne a műanyag betétezést. Nem áll az veszély annak fent, hogy szét fogod darabolni a parakortokodat. És a kiskésünk így néz ki. Fa markolatpanelezés. 8 cm hosszú penge. Szépen gyönyörűen madagra lehet fogni. Annyi szerintem, hogy itt a meccésnél, a faragásnál egy kicsit bántani fogja a leszérzés a hüvelykujjamat. Nem tudom, miért rakják fel sok kisgyártó ezt a fajta történetet, de nézzük tovább. A penge formája hajazna egy kicsit a bóvira, de mégis inkább droppointos. Penge hát ívelt és élszalagos. Ez fontos elmondani, skandináv élről beszélünk, élszalagról. Ez tartja a legnehezebben az élét, őt lehet legkönnyebben kicsorbítani, viszont laikus is nagyon könnyen helyre tudja állítani az élt. Egy fenőkővel, fenőacéllal. Amit még én nagyon-nagyon feltűnik ráúrni a késkészítőknek, hogy a panel az látszik, hogy sorozat gyártott. Lehet látni, hogy nincsen egybe síkolva a markolatpanel a penge anyagával. Ez kicsit törhet majd munka közben, de szerintem elhanyagolható lesz majd ez a kis probléma. Nyessünk vele valamit, mert anélkül semmit nem ér egy ilyen bemutató. Muszájik előrébb fogni vele. Tollaságot szépen gyönyörűen lehet vele készíteni ebből a jó kis félig meddig ki nem száradt fenyőből. Szerintem ez a reakció mindent elmond az ergonómiáról. Érezhetően harap, de nem lehet úgy marokra fogni, mint az F1 replikát. Egyezünk kivel ezt a ágat. Lehet vele dolgozni, bár már első ránézésre is tudtam, hogy ezzel a recézéssel gondok lesznek. Akkor így próbáltam volna rátámasztani a penge hátra, szabályosan bele nyomja az emberket ujjába. Ott marad a nyoma, ezért muszáj vagyok kicsit hátrébb fogni vele. Összességében ezt a hülye recézés leszámítva szerintem kis klasszikus, szép kinézetű késről beszélünk, bár nem szép kinézetre vásároljuk a terméket, hanem használatra. Ha ez a szar nem lenne rajta, és rengeteg késgyártó belecsúszik ebbe a hibába, hogy már a tervező asztalon fogja, az agyonver egy jó terméket,
Szóval, hogyha ez nem lenne rajta, akkor azt mondom, hogy oké, de mivel a markolatpanel leszerelhető, így szerintem egy ügyes késes mester ezt nagyon óvatosan síkba tudja húzni. Kaparója nem is néztük, az nincs rajta, azt ne keressél. Szóval, ha elviszed egy késes mesterhez ezt a reszézést kivehetni belőle, akkor már egy kaparóját is át tudsz húzatni. Ennyit szerettem volna nektek bemutatni a kis videóba, mivel erre a kis késre a szót szaporítani nem érdemes. Viszont azt még hozzátenném, hogy ez is egy ilyen elfelejtettem és hú, beugrok a boltba című történet egy másik késért. Című történet, igen, ezt, hogyha megvásárolod, mert otthon hagytad például a jó F1 replikárat, mert állam most az az Isten király, a morák mellett, akkor igen, hogyha ezt megvásároltad a boltba, ezt nyugodtan felteheted az övedre, nem fog belőle a kést elhagyni, fixen tartja, úgy ül az övön is, úgyhogy egy jó választás 19 euróért. Köszönöm szépen a figyelmeteket, tetszett a videóm, lájkoljátok, sziasztok!